Köszönöm. Kohen sem mondanám, hogy mi versenytársaink lennénk a mandának. Amit én szeretnék most önöknek bemutatni, egy nagyon kemény és hosszú munkának egy ilyen nagyon fontos mérföldköve, ez pedig a Múzeum Web portál, ez a buzami területre irányuló aggregációs szolgáltatása a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Néhány szóban szeretném felvázolni önöknek az előzményeket. Az egyik az az volt, hogy 2011-ben beszereztük az aggregációs szoftvert a Magyar Nemzeti Múzeum, ugyanis a Magyar Nemzeti Múzeum alapító okiratában szerepel egy országosan kiemelt feladat, ez pedig a múzeumi területnek a kulturális örökség digitalizálása és a módszertani központi feladatok, amik ugye, mikor megalakult az OMMIC, ami ugye szervezte ezt a kétnapos konferenciát, a Nemzeti Múzeumon belül ebben a főosztályban realizálódott, igazából testesült meg. A Nemzeti Múzeum nagyon nagy örömünkre egy európeánás projektben vett részt, méghozzá egy Best Practice Network projektben, ami az Európána Insight projekt, és most lett igazából vége 2014. szeptember 30-ával zárult le. Ebben a nemzetközi projektben, amelynek a Collection Trust a vezető partnere, több magyarországi közgyűjtemény is, mint tartalomszolgáltató partner vett részt, a Nemzeti Múzeumon kívül a Szépművészeti Múzeum és a Petőfi Adalmi Múzeum, és a Múzea Kft. A technikai partner. A projektnek, ennek a projektnek az volt a lényege, hogy egy olyan eszköz jöjjön létre, amely az intézményekben lévő digitális gyűjteménykezelő rendszerekre ráépül, és egy olyan ingyenes programcsomag, amely lehetőséget ad arra, hogy az Európában történő adatoknak a felvitele a sokkal egyszerűbb legyen, mint ami eddig volt. Igazából ezzel a projekttel párhuzamosan indítottuk el azt a pilot projektet, ami végül is a Múzeum Web mai bemutatandó állapotáig elvezetett minket, hiszen nagyon jól tudtuk, hogy ez egy olyan hatalmas munka, amit meg kell, hogy előzzön egy olyan pilot, amiben a résztvevő partnerek kipróbálják azokat a munkafolyamatokat, szembesülnek azokkal a problémákkal, amelyek egy ilyen rendszer felépítésekor óhatatlanul is bekövetkeznek. Ennek a pilot projektnek az eredményeiről szeretnék most a mai napon beszélni, és be is mutatni a végeredményt. Az aggregáció szolgáltatásnál a működési modellt az az Európánál adta. Itt arról van szó, ugyanúgy, mint az Európánál, hogy tartalomszolgáltató partnerek vannak, amelyek esetünkben a múzeumok. Az aggregátor ugye maga a Nemzeti Múzeum, ami és ugye itt az OMMIC igazából menedzseli ezt az aggregációs szolgáltatást az intézményen belül. Két technikai partnerünk van, az egyik az NIF, a Nemzeti Információs Infrastruktúrás Fejlesztési Intézet, a másik pedig, a másik technikai partnerünk pedig a Mongusz Kft. Az NIF-vel kötöttünk egy megállapodást, mint Nemzeti Múzeum kötöttünk egy megállapodást, hogy a pilot idejére egy meghatározott tárhelyet és virtuális szerverszolgáltatást biztosítanak számunkra, de ezen kívül, mivel az NIF-ben most lesz egy, realizálódik egy igazán komoly fejlesztés, és minőségileg, tehát meg fog nőni a tárhely kapacitás, ezért ugye tárgyaltunk mi már arról, hogy akkor az aggregáció tekintetében ők egy kiemelt partnerek lesznek, és fogják a megfelelő háttértámogatást, a háttértárat biztosítani. Tehát ők az infrastruktúrát biztosítják, az NIF. Biztosítják a háttértárolást, az archiválást és a folyamatos hozzáférhetőséget. Ez elejétől fogva arra azt gondoltuk, hogy a Nemzeti Múzeum ezt a feladatot önmagában nem vállalhatja fel, ehhez igenis egy
többek között erre a célra létre, is célra létrehozott központi költségvetési szerveket csinálni, ez pedig az NIF intézet. Úgyhogy ezért választottuk ezt a megoldást. A másik partnerünk az a Mohusz Kft., akik a közgyűjteményi területen, belül a könyvtári területen már eléggé közismertek, hiszen a könyvtári rendszereket eléggé közkedvelten használják a múzeumi könyvtárak is. Ugye ők adják, az a technikai partner, akik a szoftvert hátteret biztosítják és a folyamatos szapportot. Ez az aggregációs adatbázishoz. Emellett digitális tartalomkezelést is végeznek, erről majd mindjárt fogok beszélni. Háromféle csomagot dolgoztunk ki a múzeumok számára, amelyeket szeretnék most megmutatni. Az első csomagnak azt a nevet adtuk egyelőre, hogy begyűjtés és közzététel. Ebben az esetben a tartalomszolgáltató partner, aki a múzeum, saját gyűjteménykezelő rendszerrel rendelkezik, és a saját műtárgy képei, a műtárgy fotói a saját felületén, nyilvános felületén elérhetőek és kereshetőek. Ebben az esetben az aggregátor a szöveges adatokat begyűjti, a következő adás fog ennek a technikai részletéről igazából majd beszélni. Lido formátumban. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy egy szabványos formátumot alkalmazunk itt az adatok begyűjtésénél. Ezekben az esetekben bélyegképek és igazából a műtárgyfotók eredeti helyére, nyilvános helyére mutató linkeket tartalmaz a csak az aggregációs szoftver, maga az aggregáció. Vannak olyan esetek, főleg a nagyobb múzeumok esetében, amikor nem biztos, hogy a mi rendszerünkön keresztül szeretnének mondjuk felcsatlakozni az Európánába, mert kialakult kapcsolataik vannak, szeretnék, ezek főleg igazából nagyobb intézmények, szeretnének továbbra is pályázati lehetőséget, programokban, fejlesztési programokban részt venni. Ezért nem tettük kötelezővé, de egy választható alapszolgáltatásként tettük azt, hogy az aggregációba begyűjtött bélyegképek és a publikus metaadatok ugye felkerülhetnek az aggregáción keresztül az Európának portálra is. Ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egy olyan szolgáltatást indítsunk el, hogy a tartalomszolgáltató partnerek értesülhessenek nagyon egyszerűen azokról a megkeresésekről, amikor mondjuk a műtárgyfotóikat valaki meg szeretné rendelni felhasználásra. Ebben az esetben ugye az fog történni, hogy ha megjön egy megkeresés, akkor az aggregátor automatikusan egy kitöltött megrendelési űrlapot továbbítani fog a tartalomszolgáltató intézménynek, és a további ügymenet az kizárólag a partnert, az intézményhez kerül. Mi csak egy ilyen csatorna leszünk, egy ilyen közvetítő szerepet fogunk eljátszani. Elnézést. A következő csomagot azoknak az intézményeknek dolgoztuk ki, akik rendelkeznek saját gyűjteménykezelő rendszerrel, azonban nincsen nyilvános tartalom megjelenítő alkalmazásuk, tehát a műtárgyaik nem érhetőek, nem kereshetőek nyilvános online felületen. Ebben az esetben ugyanaz történik, hogy mint az A-csomag esetében, hogy a Lido szabványban fogadjuk ugye a szöveges adatokat, és ekkor az aggregátor egy tárhelyet biztosít, és egy képmegjelenítő szoftvert biztosít ennek az intézménynek, tehát lehetőség van arra, hogy ezen a felületen a műtárgyfotók is online keresetek legyenek. Az A-csomagban tartozó alapszolgáltatások természetesen itt is mennek tovább, tehát az Európánába való felküldés, illetve a megrendeléseknek a továbbítása. A harmadik esetet arra dolgoztuk ki, amikor az intézményeknek nincsen sem gyűjteménykezelő rendszerük, sem nyilvános tartalom megjelenítő alkalmazásuk. A levezető elnök azt hiszem, hogy igazából itt erre gondol, itt utalhatunk vissza arra, amikor a kis múzeumokat említette, hiszen a kis múzeumoknak sem az erőforrásaik, sem a
az infrastruktúrájuk nem áll rendelkezésre ahhoz, hogy ilyen tartalmakat online kereshetővé tegyenek. Ebben az esetben az történik, hogy az NIF-i szerverén biztosítunk a tartalomszolgáltató partnernek egy gyűjteménykezelő rendszert, és természetesen egy közös képernyőgyengítő alkalmazáshoz történő hozzáférést. Ekkor az történik, hogy ilyenkor az agregátornak a képernyőgyengítő alkalmazásába lehet keresni ezeknek az intézményeknek az adatait. Attól, hogy az NIF-ben bérelik, az NIF tárhelyén bérelik, szerverén bérelik ezt a gyűjteménykezelő rendszert, ezt a hozzáférést biztosítjuk, attól még az adatok ugyanúgy online ők fogják tölteni, ők menedzselik, az agregátor semmilyen körülmények között nem szól bele abba, hogy hogyan és mit kerülnek fel az adatok a saját rendszerükbe. Ezeket a saját rendszereket, amik az NIF szerverén fognak létrejönni, ezekből a rendszerekből fogja az agregációs adatbázis ugyanúgy szűrni az adatokat. A csomagnak a többi része, mondanom sem kell, hogy ugyanaz, tehát az Európának a való feltöltés és a megrendeléseknek a továbbítása a partnerek számára. A munka nagy része, a technikai rész az egy dolog, meg az én, mint muzeológus azt mondom, hogy az informatikusokra tartozik elsősorban, viszont nagyon sok szakmai muzeológiai kérdéssel kerültünk itt szembe. Az egyik az az, hogy milyen legyen egy gyűjteménykezelő rendszer. Egységes, amit mi felkínálunk majd a partnereinknek. Ugye ennek valamilyen szinten egységesnek kell lenni, a múzeumi nyilvántartás alapstruktúráján kell valahol alapulnia, hiszen a múzeumi digitalizás az elsősorban a nyilvántartáson kell, hogy alapuljon, viszont eléggé rugalmasnak kell legyen ahhoz, hogy az egyedi intézményi szempontokat is kiszolgálja. Meg kellett határozni azt, hogy milyen megoldásokat kell alkalmaznunk, amelyeket az összes szakanyagra érvényesnek tartunk, és melyek azok, amelyek szakanyag-specifikus megoldások. Gondolok itt arra, hogy egy régészeti tárgynak a leírása esetében, vagy egy képzőművészeti tárgynak leírása esetében, vagy egy történeti tárgynál, vagy egy eredeti forrásértékű fényképanyag esetében vannak igenis olyan szempontok, hogy hogyan kell, tehát milyen típusú mezőnek kell lennie, és mi mindent kell tudnia, milyen funkciót kell mögé tenni, hogy a szakmuzeológusok számára a lehető legegyszerűbben és a legkönnyebben legyenek kitölthetőek ezek az adatok. És nagyon fontos, hogy ez a gyűjteménykezelő rendszer ez használja a muzeológiai, a múzeumi terminológiát. Muzeológusok fogják ezeket tölteni, nyilvánvaló, hogy ők azt szeretnék, hogy azok a fogalmak jöjjenek vissza, azok a köszönjenek vissza a képernyőn, amelyekkel ők minden nap találkoznak. Az agregáció szempontjából nagyon fontos volt, hogy ugye valamilyen szintű, nem azt mondom, hogy egységesítés, de valamilyen szintű standardizálás előbb-utóbb el fog következni, hiszen nagyon fontos az, hogy valamilyen szinten az adatbázisok hasonló szerkezetűek legyenek, de én azt gondolom, hogy ez nem lesz probléma, hiszen mindenki, nem találjuk fel a spanyol miaszt, a muzeológusok egymást megértik, tehát mindig ugyanarra gondol. Nagyon fontos, hogy amiről egyébként szó is volt az Európának stratégiai Joris Becker előadásában arról, hogy fontos, hogy a minden jó minőségű adatok kerüljenek fel az Európánába, ne legyen az, hogy 2-3 adat van csak fent, hanem minél szélesebb körben jó minőségűek legyenek ezek az adatok. Tehát nagyon fontos az, hogy hasonló minőségű adatok kerüljenek be az agregációba, akkor fogják a felhasználók szeretni. Viszont egy közös koncepciót kell kialakítani arra, hogy melyek ilyenek ezek a nyilvános adatok, ez pedig igen-igen nagyon komoly szakmai dolog. Eljutottunk most oda, ami nagyon fontos, egyik legnehezebb dolog az, hogy amikor a különböző intézményeknek, a különböző adatbázisának az adatait... Köszönöm szépen! Elnézést! Köszönöm szépen!
beütjük egy adatbázisba, akkor ott nagyon sokféle, akár tárcolistát is lehetnek, és ezeket az adattartalmakat valamilyen szinten egységesíteni kell. Tehát ez lesz igazából a komoly aggregátori feladat, viszont ezeket az egységesítéseket, ezeket a változtatásokat automatikusan nem fogjuk mi visszaküldeni a tartalomszolgáltató partnereknek, hanem ez egyedi egyeztetések lesznek. Ezen kívül, mivel azt gondoljuk, hogy a mai világban nem lehet úgy szolgáltatást elindítani, hogy csak erre a kicsi piacra gondolunk, ezért kétnyelvű a portál, és kétnyelvű lesz az adatbázis is. A fordítások azok angol nyelvre, egyelőre angol nyelvre készültek el, tárcolistákat fordítottunk egyelőre, a pilotban részvevő tartalomszolgáltató partnerek adatai alapján. Ezek három fajta tárcolista, a megnevezés, az anyag és a technika. Azt gondoljuk, hogy ha ezek megvannak, akkor nagyjából már lehet keresni a külföldiek számára is. És hogy mik a célok igazából? Ugye nekünk az a célunk, hogy a múzeumok egy közös kereső felülete jelenhessenek meg. Ezáltal segítjük egyrésztről az intézményeket, hogy online publikálják a saját adataikat, akár a hazai, akár a nemzetközi szinten, és elősegítjük, célunk, hogy segítsük elő az intézményekben a digitalizálást, és megmondom őszintén, nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a múzeumokat promotáljuk. Tehát egy nagyon komoly marketing tevékenységet szeretném csinálni a tartalomszolgáltató partnereinknek, ennek az egész szájtnak, hiszen mindenki szerintem azt szeretné, hogy szeressenek minket a felhasználók, használják adatainkat, mutassuk, mi mindenki meg szeretné mutatni a saját kincseit, mindenki tudja azt, hogy milyen gyönyörűség és műtárgyaink vannak a raktárakban, amiket sajnos nem tudom még hozzáférhetővé tenni. És azt gondoltuk, hogy ugye a felhasználók, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy hozzáférjenek a raktár a kincseihez, és egy ilyen személyes múzeumot, egy ilyen szórakoztató múzeumot éljenek át ezen a portálon, megoszthassák a kedvenc tárgyaikat a közösségi oldalaikon, saját virtuális kiállításokat tudjanak létrehozni a szájton lévő tárgyakból, rakassák hozzá a saját gondolataikat. Most mondok egy példát, hogy mit tudom én, összeszedem a mentéket, vagy a mit tudom én, a kabátokat, azokat, amelyek fenn vannak ezen a szájton, és felrakom hozzá, vagy azt mondom, hogy az én anyámnak is ilyen volt, vagy a nagymamámnak is ugyanilyen volt, és innentől kezdve ezek a műtárgyak sokkal személyesebbé válnak, sokkal közelebb kerülnek a felhasználókhoz. A bemutatóig még nem tudtuk, de már elkészült 3D-s modell, hiszen szeretnénk, hogyha nem csak a fotók jelenének meg ezen a szájton, hanem 3D-s modellek is lennének. A résztvevők kitüntetett helyzetben vannak, mert remélem, hogy ha nem probléma, akkor elküldünk egy anyagot majd, hogy amikor már fel lesznek ezek és meginvitáljuk önöket majd erre a szájtra, hogyha fel lesznek ezek a 3D-s modellek, amik most folyamatban vannak. És most egy kicsit a szájtot megpróbálom bemutatni, ugye így nézzük ki, a nevünk az, hogy muzeumweb.hu, www nélkül, www-vel teljesen mindegy. Ugye ez a nyitó oldalunk. Ezen a nyitó oldalon szeretnénk egy ilyen galériával bemutatni azt, hogy milyen sokrétű anyag van ezen, milyen sokszínűen az az anyag, ami ezen a szájton megtalálható, ami a múzeumokban megtalálható. Egy kicsit néhányat így végigpörgetek, hogy lehessen látni, hogy mennyi minden van fönt. Bocsánat, igen. És itt egy rövid leírás található ugye magáról a szolgáltatásról. A múzeumokat, mivel mondtam, hogy szeretném marketinget, de szeretném népszerűsíteni őket, aki csatlakozik hozzánk, annak az eseményeiket föl lehet tölteni, és azt mondjuk, hogy már egy nyitó oldalon is megjelennek, és például a hét eseményei itt van, utána lehet keresni, és meg lehet nézni az napi szinten is természetesen, hogy hol, melyik intézményben mi van.
Ezen kívül ugye lehet látni a partnereket a térképen, ugye egy Google Map-be beraktuk, hogy kik azok, akik már csatlakoztak. Ugye itt a pilot partnerekről van szó. A pilot partnerekről szeretnék néhány szót mondani, meg kell őket mindenféleképpen említeni, és nagyon köszönöm így is a munkájukat. Mondhatnám, hogy szerencsés helyzetben van a Nemzeti Múzeum, mert a megyei múzeumi átalakítás után kaptam nagyszerű intézményeket. Tehát a pilot projektben tartalomszolgáltató partner a Palóc Múzeum Balassagyarmatról, a Vajádám Múzeum Vajáról, a Bátor István Múzeum Nyírbátorból, valamint a Tessedik Sámuel Múzeum Szalvasról, a Göcsei Múzeum Zalaegerszegről, a Természettudományi Múzeum egy adott gyűjtemény résszel. Remélem, hogy mindenkit elmondtam, de itt lesznek a múzeumok, bocsánat. Meg tudom őket mutatni. A múzeumokról van egy rövid leírás, ugye? Mindenkitől kértük, hogy például itt van a Göcsei Múzeum. Egy rövid leírás, ami természetesen megvan magyarul és angolul is. Ugyanúgy. És itt vannak az általuk beküldött, hát inkább azt mondom, hogy kezd csináló képek. Nem csak a felhasználók, hanem a múzeumok is csinálhatnak magunknak saját virtuális kiállításokat. Mutatok egy példát, hogy ez hogy fog kinézni, vagy hogy néz ki. A Göcsei Múzeumnak a virtuális kiállítása ugye arról szól, hogy van egy rövid leírás, és a tartalomszolgáltató annyi képet tölt fel, amennyit csak akar, és akkor utána ezeket meg lehet nézni természetesen, hogy ezek melyek ezek a műtárgyak. A szolgáltatásaik, amit elmondtam, a csomagok szintén megtalálhatóak, és akkor most mutatok egy-két keresést, hogy körülbelül hogy néz ez ki. Például beírjuk azt, hogy portré, és kijönnek a műtárgyak mindenhonnan, az adatbázisból, itt tudom én mondjuk, megyük ezt. És itt vannak ugye a közösségi, a e-mail beküldési, a különböző funkciók, majd a nyomtatás, a közösségi oldalakon való megosztás, az e-mailben küldés, és az alapinformáció, és természetesen azt, hogy hogy maga a műtárgy az melyik múzeumnak a tulajdona. Nézést, itt az egy kis technikai. És szeretném, hogyha ellátogatnának majd erre a portálra. Annyit tudok mondani, hogy most még folyamatban vannak a pilotban bizonyos munkafolyamatok, de viszonállíthatom, hogy ahogy látom itt a projektnek a futását, hogy 2015. januárjától már várunk újabb csatlakozó intézményeket, addig még a most még folyamatban lévő tárgyalásokat lefolytatjuk. Gondolok itt például a jogi kérdésekre. Tehát a pilot úgy gondolom, hogy az év végéig mindenféleképpen le fog zárulni, és mindenkit szeretettel várni fogunk. Mind a portára, mind a felhasználókat, mind pedig a csatlakozó múzeumokat. És köszönöm szépen a figyelmet!